bajnok a Budapest Honvéd, ha nyer ma Debrecenben, miközben a Videoton pályaválasztóként vereséget szenved a Ferencvárostól, és bent marad a Debrecen, mert hogy a Loki a kiesés ellen küzd, ha legyőzi a Honvédot. Kosta lépett vissza mélységben. Kamber. Ez így jó lehet még, Kosta megiramodott a bal oldalon. Visszapattan elé a labda, és ott a gól! Vezet a Budapest Honvéd Kosta már góljával, rögtön a negyedik percben. És visszapattan elé a labda, ebben a Mázli faktor is ott van, és aztán pedig Danilovic lába között rúgta el egy kötényjel ezt a labdát Kosta. Jovanovic lövésre befelé pattan, 11-es. 11-est ad a játékvezető, ugye itt pattant vissza Jovanovicnak a labdája, és aztán került Könyves a földre. Holman tehát a labda mögött. És megfogja Gróf a büntetőt! Jól érezte Gróf Dávid, hogy merre kell fordulni. 11-esből sem tud egyenlíteni a Debrecen. Eppel gólhelyzetben, lesz-e 2-0? Eppel még? Igen! 2-0 a Honvédnak, 25. perc, és Eppel újabb gólt jegyez, immár 14 gólos. 2-0 tehát a Honvédnak. Hát ennél jobban nem kezdődhetne a Honvéd számára a mérkőzés. Az első fél órában idegenben a bajnoki aranyról akár dönthető tétmérkőzésen kettőt lőttek. Lanzafáme teljesen üresen veheti át, és viszi át a kezdőkörben a labdát. Lanzafáme még. Megyikenek Inga jobb oldalon. És van középen érkező ember, és van egy újabb gól! Kosta várt! 3-0 a Budapest Honvédnak! Egészen fantasztikus parádés, amit a Honvéd játszik ma kontrákban. Persze kellett hozzá, hogy a negyedik percben gólt szerezzenek, sok minden kellett hozzá. De ez itt ma egy oktatófilm, amit a Honvéd játszik, a Debrecen pedig teljesen a padlón. Én szerintem ezt Holman fogja rúgni. Holman, kapufa, gól! Jovanovicsról pattan be a labda. Nagy mázlia volt a Debrecennek, de hát talán ennyi nekik is jár ezen a mérkőzésen. 3-1-re szépít a Loki Jovanovics góljával. 66. perc, gól! 3-2! Ott megy a nagy kézi munkázás bent, és gyakorlatilag Vasiljevic folyamatosan fogja Szukot, aki ennek ellenére be tudja fejelni a labdát. Jó, Vasiljevic, és az utolsó pillanatban elrúgják előle a labdát. Ezzel lezárhatta volna egyébként a találkozót a Honvéd, az az érzésem. Nyilván, ha rúgnak még egy gólt 4-2 negyed órával a vége előtt, de nem rúgtak. Ott a fejes, és ott a negyedik! Eppel Márton! 4-2, és itt a vége Fussell Véle. Mindent megtett a Debrecen, de tényleg mindent, le a kalappal előttük. De megkapták a negyediket, és azt gondolom, hogy ez eldönt mindent. Barát. Eppel. Még egyel tovább. Gólhelyzet. Még egyel tovább. És ott az ötödik. És ez azt jelenti, hogy 5-2 lesz a vége a mérkőzésnek. Még egyet Kosta a végén lő. És ez azt jelenti, hogy ő 3 góllal fejezi be ezt a mérkőzést. Míg Eppel 2-vel. A hosszabbítás második percében Kosta még rúg egy gólt, maximálisan megérdemelten győzött a Honvéd, hozták a kötelezőt egy nagyon nehéz mérkőzésen.